Sziasztok! A mai videómban a versenyfelkészülésem első napját fogom nektek bemutatni, hogy hogyan is néz ki nálam egy nap is versenyzőként. Reggelente általában 9-kor szoktam felkelni, ébresztő óra nélkül, napi 8-9 órát mindig alszom, ez nekem nagyon fontos a fejlődés. Az első dolgom mindig a méreckedés, megnézem a súlyomat, majd jöhet a vákumozás, ami a verseny miatt szükséges, hogy minél vékonyabb legyen a derekam, illetve segíti az emésztést is, majd jöhet a joga kerekezés, ami szintén a versenyzéshez, a pózolás miatt szükséges, hogy így még jobban íves legyen a hátamnak az alsó szakasza. Május 14-én lesz az első, utána pedig 21-én a második versenye. Most megcsinálom a sminkemet, amit én soha nem szoktam túlzásba vinni. Felteszek egy alapozót, szempilla, spirál, pirosító és szemöldök. Igazából ennyi. Ezzel meg is vagyunk. Úgyhogy most felveszem a bikinimet, és jöhet a pózgyakorlás. Mostan egyébként 9:59, 11-ig el kell készülnem. Meg volt a pózgyakorlás, úgyhogy most megyek és csinálok egy készülődős videót TikTokra. Megcsináltam a készülődős videót, így néz ki a szettem, szóval így fogok ma vonaglani, úgyhogy most gyorsan megreggelizem, aztán már indulok is. Sokan azt gondolják, hogy mikor versenyző valaki, akkor éhezés van, meg ilyenek, viszont egyáltalán nem. Szóval ne aggódjatok, eszek rendesen. Most is eszem paradicsomot, uborkát, rengeteg zöldséget szoktam, gyümölcsöt, illetve eszek hozzá most ilyen magas hústartalmú, 95%-os hústartalmú felvágottat. És a szénhidrát pedig bulgur lesz, amit már tegnap előre megfőztem, úgyhogy az lesz hozzá az edzés előtti szénhidrátom, így mi. És rengeteg vitamint szedek, mint láthatjátok, úgyhogy ti is figyeljetek oda a megfelelő vitaminbevitelre, mert nagyon fontos. És hát ezt sokan nem tudják, de én általában úgy indulok el itthonról, mint egy Márháztamár, úgy fel vagyok pakolva mindig. Most is ebben vannak a kajás cuccok, meg az üdítőim, és a vizeim viszem külön az edzés közbeni WC-ámat, ami előre be van keverve, és viszem a mozizásra is már magammal az üdítőmet. Mert ugye én nem iszom már ilyen zírókolát, meg ilyesmit, igyekszem ezt redukálni, szóval külön bekevertem arra is egy BCA-t, úgyhogy azt fogom inni, ez pedig az utcai táskám, ebből meg az edzőszucom van, úgyhogy mint egy Márháztamár, már most is megindulok. Ma egyébként a teljes edzésemről fogunk egy videót csinálni, úgyhogy Sápi Domán már itt vár engem, 11-re jött, szóval együtt fogunk menni az edzőterembe, és majd meg tudjátok nézni YouTube-on ezt is. Ugyanolyan lesz, mint a válledzésem, azt már megtaláljátok, azt már meg tudjátok nézni a csatornámon. Szóval hamarosan kikerül a lábedzésemnek is egy. Sziasztok! Majd teljes lábedzésemet, amíg főként farizom és hajlító centrikus lesz. Elbasztam. Újra. Sziasztok! Ma egy lábedzésemet fogom nektek bemutatni, amit csinálsz egy olyat, hogy így... Biztos jól mondtam? Azt mondod, hogy farizom. De utána megint farizom. Kétszer mondtad el? Aha. Sziasztok! Ma egy teljes lábedzésemet fogom nektek bemutatni, amit farizom és hajlító centrikus lesz. Azt hittem, hogy lemaradtál. Sziasztok! Bernát Udett néven van egy bérlet. Ezt is adom. Köszönöm szépen. Most gyorsan, mehet? Most gyorsan átöltözöm, aztán kezdhetjük is az edzést. És készen is vagyok. Sziasztok! Itt jó vagyunk? Szóval, először bemelegítek. Az első kör, most kis súllyal csinálok 20 ismétlét. Amúgy, hogyha esetleg kiszúrtátok, hogy fel vagyok puffadva, és terhes lennék, nem. Tegnap karfiolt és brokkolit ettem, szóval annak az eredményét láthatjátok. Hú. Igen, szóval ez volt egy kör, és még ebből csinálunk négyet. Vagyis már csak hármat. Egy lábedzés alatt egyébként 6 gyakorlatot szoktam csinálni, és mindig a farizom centrikus gyakorlatokkal kezdem. Egyikről se. Akkor veszem mindent. Jó.
Hú, gyerekek. Ez brutál. Megnézhetem. Jöhet a 100 kiló. Jó. Úristen. A következő két gyakorlatot még itt csináljuk. Na szóval, hát ez nem volt annyira vészesen nehéz. Szóval 15-öt csináltam belőle, úgyhogy még teszek rá egy-egy ötöst. Biztos, ami biztos. Na, ez itt nem fog leférni. Szóval maradok ennél a 15-15 kilónál. Megnézhetem? Csak sikerült elmondani. Csinálsz egy olyan videót, hogy tudod, a telóddal videót kezdeni, meg majd ezt elmondom. Hú, ez tényleg nagyon finom lett most. Jó, Jézus! Hú. Jók vagyunk? Hú. Jézusom. Égni. Most csináljuk úgy, hogy onnan videózd, és jobb lábbal csinálom. Amúgy ezt a gyakorlatot utálom, mert olyan sokáig tart. Hú, hát kemény volt. Mint láthattátok, 6 gyakorlatot csináltam, és körülbelül 1 óra alatt végeztünk. Na, végeztünk Dománnal a forgatással, felvettük az egész lábedzésemet, és most pedig én még nekiállok hasazni, illetve kardiozni, szóval még én itt leszek egy órát kb. Mivel utána még nyújtanom is kell. Végeztem a hasazással, úgyhogy most jöhet a kis kedves kardiózás. És imádom itt mindig mesemet. Szóval ilyenkor kardiózás közben szoktam nekiállni, megcsinálni a posztokat, a sztorikat, kitenni az edzésről, mindent, amit így közben csináltunk Dománnal is. Úgyhogy ilyenkor is dolgozom, válaszolok az üzenetekre. Soha nincs olyan, hogy csak nézek ki a fejemből. Habár itt megy a mese, ezzel a kis kijelzőn, viszont soha nem csak azt nézem, és nem csak azt figyelem, hanem tényleg ez a végig dolgozom, telefonálok, e-mailezek. A fülem is csak azért van bedugva, hogy ne legyen olyan nagy a hangzavar, és semmi nem szól benne, max a videóknak, amiket épp vágok, azoknak a hangja is nem zenét hallgatok. Hú, na végeztem is a kardióval, szakad róla a víz, úgyhogy most fogom a cuccomat és nekiállok nyújtani, ami szintén egy 10-15 perc. Erről találtok a YouTube csatornámon egyébként a teljes videót. Ilyenkor már így felszettem kapni a hajamat konyba, mert tényleg ömlik rólam a víz, bármennyire is nem látszik így a videóban, de szakad rólam konkrétan. Szóval most kezdődjön a nyújtás. Végeztem a nyújtással, most már elmúlt 4:30, ilyenkor szoktam végezni egyébként így az edzéssel, szóval így a délelőttöm az tényleg konkrétan a versenyzés, a kaja, a főzés, a készülés, az edzés körül forog, meg a kardiózás körül, szóval így délelőttöm nem nagyon van mondhatni, és ilyenkor kezdődik a többi teendőm, úgyhogy most már rohanok is tovább. A következő helyszínem az Atrium Fashion City lesz a nyugati térnél. Be kell mennem oda videózni, fotózni, úgyhogy mindjárt mutatom. Egyébként mindig, mikor úton vagyok, felszoktam hívni anyukámat, természetesen kihangosítóval itt az autóban. Az szokott lenni a programom, hogy ilyenkor felhívom, és akkor dumcsizunk, hogy velem mi újság, velem mi újság. Tománnal jöttem délelőtt, így nem tudtam felhívni, úgyhogy most fogom felhívni anyukámat. Azt még egyébként elfelejtettem mondani, hogy ilyenkor duplán nehezítem az életemet azzal, hogy ugye vlogolok, miközben amúgy is azért így elég sűrű a napom, de hogy még mindent felvenni, videózni, aztán még ezt össze is vágni, azért az úgy elég sűrűvé teszi a napokat, illetve nem is elég, hogy YouTube-ra videózok,
De ugye YouTube-ra fektetve viszem fel a videókat, TikTokra viszont állítva, szóval így mindent kétszer kell felvennem, úgyhogy duplán nehéz, de nem baj. És egyébként a kardiózás közben nem végeztem a munkáimmal, még egy csomó e-mailre kell majd közben válaszolnom, meg így rohanás közben szoktam egy-két sztorit kirakni, szóval arra így külön nem szoktam én időt szállni, hogy na én most leülök és tartalmakat gyártok, hanem mindig napközben, ahogy éppen van egy szabad pár percem. Na már megérkeztem a helyszínemre, a Nyugatihoz, viszont most kell kajálnom, ugye az edzés utáni kajámat. Ebben van egy kis fagyasztott eper, ami már kijavult, illetve az edzés utáni kajám, amiben van ugye nyilván szénhidrát, fehérje és egy kis zöldség, úgyhogy most azt előkeresem. Így van, ez az, ezt már tegnap előre bedobozoltam, mindjárt megmutatom. És ha bár a kocsimban is mindig van nálam egy pót étkészlet, most ami a táskámban van, azt használom, ugyanis ebbe én mindig előtte lévő nap beteszem a vitaminjaimat, szóval itt vannak benne a kis vitaminok is. Nem mutatnám, tegnap főztem, padlizsán, hal és egy kis rizs. Guten Appetit! Nem szoktam külön megmelegíteni, nekem jó így is. Isteni! Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én a rizst mindig utoljára hagyom, és egy falatot se eszek belőle, csak megeszem először a halat és a zöldséget, és utána a rizst, és váltok kanára. Egyébként Fitodet kanál, a fitodet.com-on megtaláljátok, és imádom a rizst, konkrétan nekem a desszert. Mennyei manna! És miután megettem a főételt, jön a desszert, ami most egy kis gyümölcs, ami már megolvadt, amúgy fagyasztott eper volt, viszont most már így is jó lesz. Na, meg volt a mai második étkezésem, ugye az edzés utáni kajám, úgyhogy megérkeztem az Atrium Fashion City-be, ahol most videózni, meg sztorizni fogunk a Griff Collection-nek. Sziasztok! Mi jelent van? Köszönöm. A márkának, a Shoes Me-nek a sztoriába fogunk egyébként ilyen kérdezfeleket csinálni, úgyhogy majd ezt is láthatjátok a sztorikban. Sziasztok! Szia, hölgyem! Jó étvágyat kívánok! Ez az első szett, amit már be is videóztunk. Na jó, ez a ruha eddig a kedvencem. Zseniális. Ezeket a melegítő együtteseket imádom. És ez az utolsó szett, amit be kellett most videóznunk. Most gyorsan kiválasztom, hogy én milyen termékeket viszek haza magammal, aztán megyek tovább. Közben már kitettem a saját oldalamra is a sztorikat, úgyhogy most gyorsan leteszem a kocsimba ezeket az új szerzeményeket. Beugrottam még gyorsan a Spárba, mert otthonra kell vennem egy pár zöldséget. És csak egy óra telt el, mióta ettem, és már most éhen halok amúgy, de mindegy, ilyenkor a bevásárlás egy kész élmény. Meg volt a bevásárlás, ledobtam mindent a kocsimba, úgyhogy most bemegyek a West Endbe, mert még vennem kell egy-két dolgot, illetve még a bankba is be kell mennem. Na, sikeresen végeztem a bankban. Amíg várakoztam, kitettem Instára egy posztot, kitettem TikTok videót, illetve megszerkesztettem még egy TikTok videót, szóval ilyenkor is próbáltam hasznosan eltölteni az időmet, úgyhogy megvan már a poszt, megvan már egy TikTok, még egyébként ilyenkor egy nap kb. 2-3 TikTokot szoktam kirakni, szóval ma még kettőt ki fogok tenni valószínűleg. Sziasztok! Úgyhogy közben itt találkozok a követőimmel, és most pedig már rohanok át az Aréna Plázába, ugyanis 18-15-re van mozi jegyünk, foglalva az egyik barátnőmmel, úgyhogy most iszonyat rohanásban vagyok, mivel már 17:30 van, szóval sietek! És már be is sötétedett. Úristen, tudjátok, itt a West End-nél van a kürtös kalácsos, most itt jövök előtte, és úristen, ez az illat! Na hát ilyenkor azért kegyetlen a dolog. 17 óra 40 perc van, és még kajálnom is kell előtte, úgyhogy nagyon sietnem kell. Most még gyorsan megeszem a kajámat, ugyanis ugye a moziba nem lehet bevinni, rákot fogok enni, padlizsánt és uborkát, illetve ehhez is van egy kis desszert eprem, szóval guten appetit. Nagyon jó. Hát nem gondoltam, hogy időben ide fogok érni, most van 17:55, szóval tényleg nagyon gyorsan ideértem, meg nagyon gyorsan megkajáltam, megkeresem Ginát. A mozgó lépcső vagy lépcső esetében mindig a lépcsőt választjátok, ne a mozgó lépcsőt. Megérkeztünk. Vlogolok amúgy a mai napomra, úgyhogy benne leszel a YouTube csatornámba. Megy a sztorizás. Jó lett?
Jó. Na, elbúcsúztam Ginától, nagyon jó volt egyébként a film. A Mi közelnek a szerelemhez című filmet néztük. Egész jó volt, egyszer meg lehet nézni, 110 perces volt, a végére már majd bepisítünk mind a ketten. Na mindegy, de amúgy tök jó volt, én nagyon szeretek amúgy moziba járni, így picit dumcsizni, meg így a feelinget én nagyon szeretem. Úgyhogy most 8:30 van, és most már végre indulok haza. Már megyek is haza, otthon még lesz egy jó pár dolga. Miközben néztük egyébként a filmet, még kitettem egy TikTok videót, illetve kettő Insta story-t is, szóval ilyenkor is idézőjelben megy a munka, szóval nem áll meg az élet, amikor mozizok például akkor sem. Még gyorsan be kellett ugranom a gyógyszertárba. Mint láthatjátok, egy 0-24-esbe jöttem, úgyhogy most már indulok haza, már elmúlt 9 óra, szóval végre irány haza. Na már 9:45 van, és mindjárt otthon vagyok. Jézusom, nagy nehezen felhordtam minden cuccot a kocsimból. Végre hazaértem, most már mindjárt 9:30 van. Ilyenkor szoktam hazaérni. Általában az esetek többségében, úgyhogy most jöhet a kibakolás. Yes, hazaértem! Végre! Hazaérkezés után az első dolgom, hogy felteszem a bulgurumat főzni, ugyanis a negyedik étkezésem még vár rám, ugye az lesz a vacsorám, körülbelül 10-kor fogok vacsorázni, most van 9:30. Gyorsan kipakolom a cuccokat, amiket egész nap hurcibáztam magammal, ugye a kocsiból felhordtam őket, úgyhogy most ilyenkor gyorsan azt még kipakolom, addigra ez pont el fog készülni, meg szerintem addig le is zuhanyzok, és akkor utána jöhet a vacsi. Ezt a csendéletet ilyenkor kész élmény elpakolni. Zseniális ilyenkor este hazaérni. Most pedig levágom az új szerzeményeimről az összes létező címkét, ezzel már meg vagyok. Jöhet a következő. Ezeket hoztam el ugye az Atrium Fashion City-ből, az Olivia-éktól, amiért iszonyatosan hálás vagyok egyébként. Oké. Most pedig itt vagyunk a gardróbomban, és elpakolom az összes ruhámat, amit az újakat, amiket hazahoztam, felakasztom a kabátomat, meg ilyenek. Elrakom a táskámat. Meg is vagyok, mindent elpakoltam, levettem az ékszereimet, úgyhogy most elmegyek fürdeni. És már itt is vagyok, lefürödtem, és fürdés után mindig szemüvegben és ilyen fejpántba tolom, hogy ne lógjon a fejembe az összes hajam. Előkészítettem a holnapi edzőszettemet, ebben a Fittodet szedbe fogok edzeni, amit a fittodet.com-on megtaláltok. Ez pedig az utcai ruhám, amiben majd megyek holnap egy megbeszélés. És ilyenkor még nekiállok méricskélni, ugyanis holnapra előkészítem a holnap reggeli edzés előtti kajámat, illetve most tonhalat fogok vacsorázni. Szóval azt is kimérem, és gyorsan lesütöm. Mivel ma csak 4 szerettem, így 4 étkezésbe kell összesűrítenem az összes makrót, amit ugye az edzőm határoz meg mindig, így a felkészülés ideje alatt is. Na, így jobb is vagyunk. Előkészülök holnapra. És miután hazaérek egyébként, vacsora előtt még megírom a napi kiadásaimat és bevételeimet, ezt egy kis füzetbe szoktam egyébként vezetni, illetve megtervezem a holnapi napomat a kis naptáramba, meg így a többi programot, ami így napközben jött, kipipálom, amiket elintéztem, úgyhogy ezt még ilyenkor gyorsan megcsinálom. Jöhet már az utolsó étkezésem, ami tonhalszték lesz, sárga hüvelyű zöldbab, illetve bulgur, amit ugye feltettem, amikor hazaértem főni. Én mindig ebből a kis fazékból szoktam megenni, olyan jó kis feelinges ebből enni, illetve közben nézem a Total Drámát egyébként. Kivételesen nem németül nézek sorozatot, mivel megvan a nyelv, és ezt most jól esik magyarul nézni, viszont a legtöbbet még mindig németül szoktam. És ilyenkor vacsora után nekiállok dolgozni, étrendeket írok, illetve dolgozok a könyvemen. A teljes könyv egyébként már meg van írva, azt már teljesen megírtam, viszont készítünk hozzá egy kisebb munkafizetet is, ami egy ilyen önfejlesztő munkafizet lesz, úgyhogy most azon dolgozom. Ezt még egy-két órát szerintem írni fogom, úgyhogy ilyen éjfél és egy óra között fogok aludni menni, hogy a vacsora is picit megemésztődjön, és ne teli hassal menjek aludni. Úgyhogy így szokott kinézni nálam egy nap így versenyzőként, versenyfelkészülés alatt, nyilván nem minden nap járok moziba, viszont így egy picit betekintést láthattatok, hogy hogyan egyeztetem össze a napjaimat, a posztolást, az influencerkedést, a versenyzéssel és a felkészüléssel, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és találkozunk a következő videómban. Már épp mentem volna aludni, viszont éjfélkor elindult a fittodet.com-on a Valentin napi akció, 14%-os leárazás, úgyhogy erről csináltam most jó sok sztorit Instára, TikTokra,
TikTokra, a saját Instámra, a Fittodett Instára, szóval ezeket gyorsan megcsináltam, már is mutatom. Szóval ezeket a sztorikat megcsináltam Instára, Facebookra, TikTokra, a saját Instámra, a Fittodett Instára, szóval most már megyek aludni. Így 12:30. Sziasztok!